Húsz sátor alja újhelyi diákversenget a Petőfi Sándor tagintézményben, hogy megnyerje a szózatmondó versenyt, és így a jogot arra, hogy január 22-én sátor alja újhelyi város önkormányzatának Magyar Kultúra Napja tiszteletére rendezendő ünnepségén elszavalja Vörös Marti Mihály emekölteményét. A verseny célja az, hogy a gyermekek minden éven megtanulják vagy a szózatot, vagy a himnuszt, nem csak előadni, hanem előadni úgy, hogy színpadképesen, és majd a Magyar Kultúra Napján bemutatni a legjobb. A gyereknek ez a feladat, hogy bemutathassa a szózatot, illetve a himnuszt. A Petőfi tagintézmény minden általános iskolában és a gimnáziumban is meghirdette a versenyt. Így minden iskolából 4 vagy 5, 7. és 8. diák szavalta el a szózatot. Újné Schneider Hedvig elmondta, hogy nagyon fontos, hogy a gyerekek lélekkel mondják ezt a költeményt. Lelket lássunk a versmondásban. Tehát nem csak szöveget kell tanulni, hibátlanul mondani, hanem ez attól sokkal több. Először megtanuljuk a verset kívülről. Minden gyereknek kötelezően meg kell tanulni a himnuszt és a szózatot 7. korában. Ezért a 7. és 8. mondják itt a versenyen a szózatot, illetve a himnuszt. Hát a legfontosabb a szöveghűség, és utána kezdjük értelmezni, hogy hol kell hangsúlyt adni, hol gondoljuk azt. Felnőtt segítségével mindenképpen, hogy itt érzelmeket kell vinni a versbe. Mert hát a gyereknek ezt elég nehéz megoldani, és egyre nehezebb megoldani. Úgy vesszük észre. A versenyzőket többféle cél motivált, amikor a versenyre jelentkeztek. Azonban az elsődleges mégiscsak a szavaló verseny megnyerése volt. A felső tagozatban kezdtem el verselni, és osztályfőnököm ajánlotta, vagyis hát ő között el először versenyre, és azóta folyamatosan járok. Szerintem ez egy komoly vers, úgyhogy komolyan nem nagyon nevetni közben. Én a kezemet nem szoktam használni, mert szerintem elég ezt csak mondani, és úgy az arccal kifejezni. És hát azért jöttem ide, hogy megnyerjem, mert az utolsó évem, úgyhogy szeretném, hogyha első lennék. A szózatmondó verseny első helyezettje végül Lechner Emese lett, akinek felkészítője végsőné Fazekas Aranka volt.